Október 12-én szombaton Szovátán a Teleki Oktatási Központban került sor arra a díjátadóra, amelynek keretein belül a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, valamint az önzetlen oktatói-nevelői munka mellett tudományos kutatói munkát is végző pedagógusokat. Ezüst Gyopár életműdíj kiosztással kezdődött, majd a tudományos tanács megalapításával két évente Apáczai díjban a tudományos munkát, kutató munkát végző pedagógusoknak az elismerése történik itt ezen alkalommal, ha csak a pedagógusok szemszögéből nézzük. De ugyanakkor számunkra azért is fontos ez az ünnep, mert itt tanár és diák találkozik. A diákokat is, diákoknak is elismerjük a teljesítményét, díjazzuk őket Mákvirág díjban, Kós Károly díjban, illetve Bolyai Farkas díjban részesülnek olyan középiskolai szinten tanuló diákok, akik kiválóságok ezen a területen, az anyanyelvápolás vagy a matematika terén. De a Mákvirág díjjal pedig elismerjük a sportrendezvényeken, kulturális tevékenységekben kifejtett tevékenységüket, eredményeiket méltatjuk ezzel a díjjal. Az Apáczai díj pályázatán belül a tudományos tanács idén először külön kategóriaként értékelte az oktatási segédanyagok csoportjába sorolható pályamunkákat, tankönyveket, munkafüzeteket, példatárakat, szakmai módszertani munkákat. Az oktatási segédletek külön értékelésével és jutalmazásával a tudományos tanács célja, hogy a korábbiaknál hangsúlyosabb figyelmet kapjon az óvodai és elemi oktatásban tevékenykedő pedagógusok szakmai tevékenysége. Így tehát idén először az Apáczai díj pályázatán belül oklevélből és díszplakettből álló Brassai Sámuel külön díjjal jutalmazták az arra érdemesnek ítélt pályamunkákat. 34 pályázatunk volt az idei Apáczai díj pályázatunkon, de hogyha a diákokat is figyelembe vesszük, akkor a Bolyai Farkas díj, illetve a Kós Károly díj esetében 4-4 minden évfolyamon osztottunk egy-egy díjat, és Mákvirág díjból pedig 49 Mákvirág díjazottunk van. Orosz Ferenc nyugdíjas matematika tanár Szatmárnémetiben a Kölcsei Főgimnáziumban tanított, harmadik alkalommal vehetett át díjat, ezúttal az Apáczai díj aranyfokozatát kapta meg. Elmondása szerint életének a főműve a Síkmértan varázsa könyve, amin 10 évig dolgozott és pályafutásának tapasztalatát tartalmazza. Ez a könyv mértankönyv, tehát kimondottan és nem is az olcsó fajtából, tehát egy nagyon kemény mértan. Tudnilik, hazánkban a mértantanítás úgymond el van hanyagolva, egyetemi képzésben alig esik szó. Tehát minden tanár úgy tanítja a mértant, ahogy hajdanában a saját tanáraitól látta, hallotta, és semmilyen könyv, ami rendelkezésére állna a hazai tanárközösségnek, mértanból nincs. Nem volt, nincsen. Tehát ez egy évtizedes, pár évtizedes hiánypótló munka, és elsősorban a matematika tanároknak szól. És velük párhuzamosan, akik szintén ugyanolyan keményen foglalkoznak a matematikával, azok a diákoknak, akik versenyekre, országos és nemzetközi versenyekre készülnek. Tehát maga a könyv az egyrészt egy módszertani munka is, de másrészt tudományos munka is. Az RMPS és a jelenlevők számára az idei díjátadó is ünnep volt, hiszen itt minden alkalommal a legjelesebb pedagógusok és diákok képviseletei találkoznak.